Az első találkozás a kilenc hónap szerelmes párja, Juli és a főnöke között. Mészáros Márta klasszikusa egy kapcsolatról, amely mind a két fél számára küzdelem. A férfi azért harcol, hogy birtokolhassa a nőt, amíg a nőnek a saját szabadságáért és döntéseiért kell kiállnia. A kilenc hónap nagy felháborodást keltett a bemutatója után. Arról volt szó, hogy itt van egy nő, aki ráadásul senki. Egy gyárba dolgozik, és egy nő nem akar csak azt a férfit akarja, akit szeret. Akit nem szeret, az neki nem kell, se a házas Hát már ez felháborította a magyarokat, mert a Lilibe van egy ilyen erős, magának való magatartás. Tudni akarom, hová mész. Hogy magam akarok lenni, szükségem van arra, hogy egyedül legyek. Én viszont tudni akarom, hová mész, kikkel találkozol és mit csinálsz. Nem mehetsz így el. Elmegyek, és hogyha erőszakoskodsz, nem látsz többet. Ne fenyeges! Mészáros Mártának nem ez az egyetlen a nő lelki világát középpontba helyező alkotása. Ő volt az első magyar, aki nőként filmrendezői diplomát szerzett, igaz nem Magyarországon. Filmjeiben olyan tabukat döntöget, mint örökbefogadás, árvaság vagy szülés. Ez utóbbit a kilenc hónapban igazi valóságában láthatjuk. A világon először. Férfi rendezők nagyon sok filmet csinálnak a haláról, a gyilkosról és a halálról, Ez az alapfilozófia. A szülés, az tabó, miért tabo a szülés? Hát a szüle, az, ember, az embernek a léte két dolog között van. Megszületik és meghal. Ez a két titok van. ezt nem tudod, hogy hogy születtél meg miért születtél meg, és miért ettől az embertől születtél, születtél meg. Míg Magyarországon botrány, addig a világban hatalmas siker volt a kilenc hónap. Díjat nyert Berlinben és Kámban is, a francia filmfesztiválon a kritikusok jutalmazták. Mészáros Márta karrierjében ezek döntő pillanatok voltak. És ott ült az egész Nouvelle ott ült ott állt, a Truffaut, a Jean Moreau, a Agnès Varda, és ott ültek és végignézték a filmet, és felálltak és tapsoltak. És akkor én azt éreztem, hogy engem befogadott a szakma. Egyszerűen ott vagyok most, most vagyok filmrendező, mert ezek az emberek azt mondták, hogy igen, ez lehet. Júli és főnöke Bodnár szerelmének a története 1976-ban debütált. Julit Monori Lili, Bodnár János pedig Jan alakítja. A viharos kapcsolatban a férfi nem tudja felvállalni és elfogadni szerelme múltját, aki többször is nemet mond a lánykérésre. Szerelmük mégis beteljesedik. Lili teherbe esik a férfitől. Nincs rá szükségem, tűnj el innét, és meg ne többé! Nem is fogsz. Majd keresel magadnak valakit a házadba, tudod, aki, aki majd nem akar elmenni dolgozni, és akinek csak tőled lesznek gyerekei, és aki a rabszolgár lesz, majd anyádék kiválasztják neked. Az ő találkozások az olyan, hogy a férfi túl agresszív, túl, és ő nem, nem akarja, és nem arról van szó, hogy ő nem szereti. És az ő szerelmének a jele, a, mi a legnagyobb jel, hogy egy férfit szeretsz. Hogy szülsz neki egy gyereket? Hát ez a legnagyobb szerelem. A kilenc hónapban a végső döntést a nő hozza meg. Bár a történet 40 éve íródott Lili dilemmája ma is érvényes lehet. Marad-e a születendő gyermekének apjával a férfivel, aki biztonságot, igen, de szabadságot és elfogadást nem tud számára adni? Vagy választja a függetlenséget és az ezzel együtt járó magányt?